Van egy hatalmas nagy problémám. Azon nem csodálkozom. Jó, de lelkiismeret furdalásom is van miatta. Azon se csodálkozom. Jó, mindjárt fölvázolom, de meg is mutatom, de most te nem fogod látni. Jó? Ha megmutatod, akkor hogy nem fogom látni? Hát a úgynevezett nézőknek. Mi a retket csinálsz? Ki akarom ezt próbálni, ezt a... Le is teszem, mert ezt így lelövi a izét. Bum, vagy valami... Atom. Ne viccelj már, meghirdettem a Marketplace-en, a Facebookon, Facebook Marketplace, letiltottak, hogy az fegyver, fegyvertárló. Na mindegy, hagyjuk, megmutatom. Aj, nagyon. Akkor téged, amíg itt izé szarvas bőgés van, addig téged. Na, vége? Szotyi? Figyelj! Ott van. A nutita, Miatta van lelkiismeret fordulás? Persze, persze. Bakker. Most hova tegyem a... Várjál. Nem rossz ötlet. Nutita. Most ezt elcsesztem. Igen. Igen, ezt elcsesztem. Lele nutita. Lele nutita, Miért? Be kell lesz melegre. Hogy érezze jól? Nem azzal van baj, hogy meleg, mert most ő éppen téli bundát növeszt. Ja. Hát ott van... Nem, kisebb lett belőle. Hullatja a szőrét bent. Ő éppen téli bundát növeszt. Nem ezzel van a baj, hanem az, hogy ő éjszakai életet él. Tehát ő nap... Nightlife. Nightlife, ja. Nútéta, nútéta, nútéta. Ezt ilyen szerint? Tizol vagy valami? Tele van szórva neki a bungi a kajával. Nem, tudod, mi a probléma? Az, hogy ő éjszakai életet él, tehát nappal ő egyfolytában bent van. Egyfolytában bent van. És amikor kijönne, akkor meg bezárom, mert én meg megyek aludni. Hát éjszaka nem fog. Jól van, nyugalom, nyugalom, nem leszel bántva. Nútítad le, gyere, leteszlek. Gyere, menjél, nútítad. Menjél. Látod, ő bemegy a helyére. Szarik rám, ja. Na mindegy, nem akarom is zaklatni. Csak furcsa egy helyzet. Na jó, menjünk be. Ezt úgy szeretem, ezt a gyepet itt, meg ezt a... Gyere ide, szeretlek! Szeretlek, gyep, meg vagy szeretgetve. Jaj! Nem ezt akartad mutatni? Nem, nyilván. Mi a faszom ez a sok bogárba kell? Na mindegy. Azt akartam mondani, hogy ő nappal végig bent van, aztán este ilyen, hát ilyenkor szokott kijönni, mikor már sötétedik, éjszakai állat. Aha. Ő éjszaka kint lenne, de nem lehet kiengedni, ugye, mert van nyest a környékén, aztán leöli egyből, meg róka, meg mit tudom, hát volt már rá példa. Aha. Meg akármilyen éjszakai madár, bagoly. Te most mit csinálsz ott? Szarsz vagy mi? Szotyinok. De miért pont ott? Hát én ne szóljam szét a szotyi héja. Jó. Várj. Mert hogyha egy netán egyszer tüzet gyújtanál, itt úgyis elég. A netán egyszer tüzet gyújtanál, az... Akkor lesz, amikor lekül a nyásalunk. Na, szóval, ez a problémám, hogy... tehát hogy lehetne ezt feloldani? Ezt a helyzetet, érted? Tehát, hogy neki van mozgástere ott bent. Ültes be egy autóban. Az hagyd neki a dolgára. Én próbáltam már azt, hogy én kikényszerítem nappal. Tudod, mit csinált? Tehát bezártam az ajtót, sőt, megfogtam őt, kihoztam ide a kertbe. Imány nem. Jó, kihoztam ide a kertbe, és mit csinált? Behúzódott ide, a bokor mögé, és egész nap ott ült, ki nem mozdult. Nem, hogy itt élvezte volna, hogy ugrándozik, de várjál, megmutatod, hogy boldog. Akkor ez nyúlgoly. Nyúl mi? Nyúlgoly. De én meg tudom neked mutatni, hogy hát én... bagoly. Az éjszaka... Nyúlgoly, jaj! Nem bagoly, hanem nyúlgoly. De figyelj! Vagy banyúl. Az előző nyulaim, amik sok nyulam volt. Megvárom, míg befejezed ezt a szarságot. Mit orrot fújok? Az előző nyulaim, hogyha kiengedtem őket a kertbe, akkor ezt csinálták, hogy...
Aha, tudom. Hopp, érted, itt ugráltak a levegőbe. Örömugrándozás. Örömugrándozás volt, de nem. Mit csinál? Most is mit csinál? Ott van bent. Ki jöhetne? Érted? Ha kiengedem a kertben, nem, elbújik. Elbújik egy jól védett helyre, érted? Mintha állandó veszélyben lenne. Holott? Lehet, hogy gamer. Azok vannak mindig éven éjszaka, de nem. A gamer nyúl? Persze, beül a gépen, és akkor egész éjszaka játsz. Üljünk be. Reggelre, meg izé. Mő! És akkor kidől azt. A mő az mi? Mi? Mi a mő? Hát a mő kidől azt el, mit aludni. Várj. Gamer nyúl. Így belövöm, hogy ne legyen benne fugszek. Sőt, így adok. Tessék? Ne legyen benne fugszek, nem tud megoldani. Ja. Mindjárt felfújok egy léggömböt. Mi van még? Ne viccelj már! Adjál már! Kérlek szépen! Te hülyének nézel engem? Te hülyének nézel engem? Ez így, tele kérlek szépen! Ebben mennyi fugsztek légőn van ebbe? Mennyi? Mennyi fugsztek légőn van ebbe? Fújjunk! Jó! Én is szeretnék fújni! Na, kifújja fel hamarabb! Na ugye, te föl se tudod fújni, hát te visszaadom, eszel! Úgy felfújtam, hogy már le is eresztem. Oké, okay, megvárlak. Úgyhogy én nyertem. Figyelj, figyelj. De mekkorára, várj, mekkorára. Ne! Mekkorára kell felfújni? Ah, mert nem, mit tudom én, nem, és ne versenyezz. Kidurranásig. Várj, ne, kidurranásig. El akarod pazarolni ezt a jó fugszeg léggömböt ilyen hülyeségekre? Ne viccelj, már bevittem egy darabot. És rátettem a fürdőkádnak a csapjára, mert csepeg. Ez ki fog durranni, bazd meg. Na, mi van? És mit csináltál vele? Megtorpantál. Megtöltötted vízzel, és kivittük az erdőre, és... Itt tudom, azt nyomogattad. Tényleg, mekkora... Várj, jó kérdés jön. Számodra... Figyelj! Engedd le! Számodra, figyelj, jelezd, hogy mekkora a szimpatikus női mell. Hát ennél azért nagyobb, jó? Ez milyen, szerinted? Kezdő? Ez egy csofa, te erre! Oké, okay, szólj, hogyha elégedett vagy! Hát még van mit fejlődni, igen. Na? Ehhez mit szólsz? Van már mit tapogatni? Figyelj! Én nem akarom ezt a léggömböt egy nő. De nem azért, mert léggömb, hanem azért, mert te szád fújja föl, érted? Hogyan? Mondhattál meg, hogy ez mennyire jó női mell, amikor... Ne, a méret! Csak a méret! Csak a méretre figyelj! De miért kiabálsz? Nem kiabálok. Oké, tudod mit? Adok a kezedbe egy fugsztek baltát. Jó. Bazd meg, innentől kezdve ez reklámfilm lesz. Szólj, hogyha túlléptem egy határt. Csak a méretre vagyok kíváncsi, hogy mi a szimpatikus női mell. Ezt így nem lehet megmondani. Figyelj! Jó, ez már túlzás, jó, nem. Ez azért nem. Várjál, megnézem, de, várjál. Hát nem is tudod megfogni. Jó, hát ízlés kérdése, most ebben úgyis mindenki bele fog kötni. Hát, ez már... Na, ez így darál. Na, jó, de várj. Az a baj, hogy... Csak egy. Igen, a női mellből kettő kell, tehát... És ráadásul azt tudni kell a női mellekről, hogy a kettő soha nem egyforma. Tehát nincs két egyforma női mell. Egy nőn a... Várj, így mutatom. Tehát az egyik ilyen, mint most. Várj, Jó, az már sok lett. Ja, ez így... Tehát nem egyforma a kettő. Gondolod, hogy ez itt tükrözi a valóságot?
Nem, ne persze. Erőltes, ez ne persze. Na de a férfiaknak van egy igénye. Persze. Tehát van, aki a nagyon-nagyon kicsi melleket szereti. De szinte tini. Tini, ilyen kezdős toppos. Nem, ez nem én vagyok. És van, aki kifejezetten a nagyon-nagyon nagy mellek. Az se én vagyok. Nekem van egy köztes út. De nem mondtad meg, hogy melyik az. Volt olyan méret? Mert például, amire te felfújtad, az ugye ez ekkora. Igen. Arra buksz. Dehogy is. De van, aki... Hát az már egy egészség, ne viccel. De van, aki direkt ilyen női mellekre bukik, érted, hogy akkor, mint egy hajócsapány, érted? Jó, hát nyilván nem volt ekkorával dolgom, de nem. Nekem nem ez a... Jó, akkor még egyszer kezdjük előről. Most még kettőt fújok. Na, ez így tényleg, tényleg egy csofat here. Ez here, csofat here. Jó, de akkor miért veszed a szádba? Na jó, figyelj. Szerintem tegyük el, mert ebből nem lesz jó, semmi. Jó, oké. Basszus már. Tedd el. Jó, rendben, köszönöm szépen. Figyelmeztetés. Szerintem szádba. Majdnem, hogy átmentünk felnőtt tartalomba. Basszus, van fröccsön? Van. Nagy, azért izé legyen. Mizé. Inkább maradjunk a szotinál, az emberhez méltó szint. Nem. Dehogy nem. Nem, mindjárt elkezdem elmagyarázni, hogy miért nem. Jaj, de akkor ne foglak elvasztani. Ne gyerejt nekem a hárpal, meg az izé. Nincs ilyen. Azt a... Ki akarom próbálni ezt a fegyvert? Beviszem a kazánházba. Igen. Szerintem nem vagy benne. Szerintem de. Szerintem nem ittam a fröccsömből. Benne vagy. Aj, de jó. Na. Aj. Miért került a baltán a farakásból át a fenyőrakásra? Hát ezt nem publikus, de elmondanám. Ha nem publikus, akkor miért mondod el? Mármint neked mondanám el. Ja? Miért? Csináltál valami fasságot? Hát ez nem olyan, mint a láncfűrésszel maszturbálni, de... Kezdünk elvonatkoztatni, úgymond a láncfűrés helyes használatától. Fát vágtam vele, nyilván mit csináltam volna. De minek, amikor én már vágtam fát? Legyen még. De mit vágtál? Hát nem volt semmi, amit vágni lehetett ezt volna. Ezt hagyd ne magyarázzam el neked, mondom, hogy nem publikus. Titkos fát vágtam. Lopott. Én nem lopok fát, nincs is mivel. Én igen. Nálam minden fa lopott. Ezért is fel fognak jelenteni. Persze. Ne viccelj már, hát alap, hogy lopom a fát. De egyébként van egy ilyen, hogy mondjam, ilyen közmondás, amit én magam szoktam terjeszteni, hogy a lopott fa hője sokkal jobban melegít. Na jó, a lopott fa sokkal jobban ég, mint a... Jó, az lépjünk, ezen lépjünk túl. A vett fa. Lépjünk túl. A vett fa. Vett, vásárolt. Az nedves. Vásárolt, jó? Vásárolt. Mert a vet az illetve nedves. Megkérnélek rá, hogy azt a szar szotyit, amit oda, azt ne hagyd ott, nyugodtan vihet. Azt a rohadt kurva élet. Éppen meg akartalak kérni rá, hogy majd vidd el a kazánházba és dobd be a kazánba, de nem. Ezek szerint én fogom kitakarni. És még nem is ittam a fröccsömből, te! Adj ide, mert iszok én beszél. Nem. De, tessék, fiam! Édes fiam! De nem úgy már az egészet meg idd! Baszki! Mekkora geci vagy te? Nem elég, hogy itt takarítok után... Hogy néz ki? Azt mondtad, hogy ne hagyjam ott! Így már mindent értek. Hát nincs is ott. Logikus, egyébként logikus. Kész. Befejeztük a filmet. Mondtad volna, hogy hagyd ott, majd eltakarítom. Vagy mondtad, de miért mondtam volna ilyet, hogy hagyjam ott, és majd eltakarítom, amikor nem vagyok kíváncsi a szarodra, érted? Te magad is megteheted, hogy a tenyeredbe sepred, vagy egy papírzacskóba... Kérem még fröccsöt. Menjél be anyádhoz, jó? Ja, anyádtól kérjél fröccsöt. Menjél be anyádhoz... Mi anya fröccsözik? Nem, anya borozik. De te vagy az, aki nincs más öröd, vagy mi? De van. Akkor menj az hozzá egy sört magadnak, bazd meg, addig én itt leülök a helyedre, azt majd én szóval tartom a nézőközönséget. Most ez olyan, mint hagyd már békén a... Ha nem már légy szíves egy száz cigaret, jaj, ez nincsen, ne haragja, most akkor az enyémből kell, hogy szívjak.
Hát szívd a sajátodat. Igen, így az a saját üzés sörödet, mert nekem... Az nem fröccs. Figyelj, van egy deci borom. Egy deci, látod? Jó, hogy nekem húzzál, mert neked mindig van egy dugi üvegborod. Nem, most életük. Na, látod, kisebb irat mond. Ja, egy deciliter borom van. Egy deci, mutasd meg. Nem. Jó. Hát annyi van csak. Akkor ide szatizok még. Leszarom, hogy hova szatizol, érted? Az előbb nem szartad le, ebből fakadt az, hogy most rá, ott van a padlón. De mekkora egy mocskos keci vagy, érted, hogy holnap reggel nekem itt takarítanom kell nagyban. Úristen! Legalább... Na, legalább... Én is repülj ezt a házat. Porszívó, jó? És nem ház, hanem bungi, műhely. És... Itt a zsebkendőn. Tessék, ezt a ilyen zsebkendőt használok papír zsebkendő helyett. Én nem is tudom, már két hete elbefújjam az orromat. Tök jó. Ugye? Én tudod, hogy honnan tanultam ezt? Annak idején, mikor a nagyanyám nevelt, ő is nevelt, nem volt papír zsebkendő, adott egy ronny zsebkendőt. Paplamba fújtátok az orrotokat, mi? Abba is. Hát ne viccelj már, éjszaka. Jó, éjszaka, amikor takaróz vagy. Jaj! Nem magadra húzod. De hát úgyis kimossátok utána, nem? Szétkenődik éjszak az arcodon. De hát akkor reggel lekaparozott ennyi. Igazad van. Hát ez meddig... Innentől közel ezt fogom csinálni. Milyen papírzsebkendőre költeni, mikor ezt is tehetem? Tudod, hogy került a fürdőszobába papírzsebkendő valamikor? WC papírzsebkendő? Meg hogy van még mindig ott? De tudod, hogy mi volt a kezdet? Van itt egy kis só, nézd meg. Ez hülye, bazd meg. Van itt egy kis só, adok még, bazd meg. Na. Tessék. Na. Végre, mi? Nem. A Káposztaleves című filmben volt, hogy az öreg azt mondta, hogy nem akar elmenni a félre első bolygóruk köveket szapogatni. Köveket szapogatunk. Hát nálunk sajnos ilyen só van csak. Nagyon fasza. Nagyon fasza. Ezt így egybe be egy pörköltbe. Tehát sózzuk meg az ételt, azt így egybe egy pükk! Ne, ez te! Ja? Hát ez baltával kell törni. Hát de úgy is szoktam. Fuchsteg baltával töröm a sót, aztán meg utána a mozsárba, és ezért van itt ez, ezzel szoktam megszitálni. Mi? Hogy leszűrjed. Szitálni, jó? Leszitál, teljesen mindegy. A szűrés? Miért? Ez mi? A tésztát szokták szűrni, te idióta! Mi ez akkor mi? Tésztaszűrő! Valójában az? Ez nem egy szita, a homokozóban használnak szitát. De miért használnak a homokozóban szitát, te? Gyerekek, homokozóban szitát, nem voltál kisgyerek? De te nem homokoztál, mi? Most homokozol. Nem, figyelj már ide, miért használnának szitát? A homok eleve átmegy a szitán. Tehát annak nem kérdés, a homoknak nem kérdés, hogy átmenjen a szitán. Minek szitálni a homokot? Mert beleszarik a kutya a homokozóba, és a kisgyerek nem akarja a kutyaszart beleépíteni a homokvárába, ezért kiszűri szitával. Tehát egy gyerek bemegy a homokozóba, és elkezdi szitálni... Vagy belekenni a szemébe a kutyaszart, vagy kiszitálja. Tehát tudatos gyerekekről van szó, akik bemennek a homokozóba játszani, és azzal kezdik, hogy a homokozót átszitálik. Átszitálik, érted? A szar általában büdös. A gyerek nyilván megérzi, hogyha büdös a szar, és nem tetszik neki, nem? Na hát, biztos így nézhették ki kisgyerek korokban is. De nem sokat változhatta, egy arc kifejezésre sem hallotta. Pont most néztem meg a Galaxis című. Most nyelni alig fogsz tudni. Ettől? Add már ide! Fogam beletörik, hallod. Bakker, nőtincsen a kecskék, a szamarak, a lámák, a birkák annyira imádták, tehát egy nap alatt elfogyott egy ilyen tégla. És én olyan téglát is megeszek, amit a házba raknak be. Kezdjük. Oké, várjál, hozok keményebb cuccot. Hozol innen egy téglát innen kintről? Nem, tudom még.
Tudja, hogy azt akartad. Nem. Hozok keményet cuccot. Majd biztos van egy gyógynövény. Ha akarsz, akkor lehet. Nem, azt akarom, amit eleve akartál. Jaj, ne. Van gyógynövény. Jaj, ne. De ha megszimatolod, akkor fogsz neki örülni. De tudod, hogy mi ez? Az illata az nem? De ez jobb, ez jobb. Nézd, mi? Hát szagold, először szagold meg. Mi van? Nem tudom, mi ez. De szarszaga van. Nem igaz, hogy szarszaga. Ez citromfű, ez pedig a menta, a vízi menta. Aha. Mutasd. Kemény. De hát ebből szoktunk teát főzni. Teának, ha teát főzök neked belőle, akkor legközelebb szotyi héjból kap. Tudod, összeseprem holnap a szotyi héjat itt. Mindegyik szotyi héj felébe raksz bele egy pici ízét. Nem. Az összes söpröt... Az összes söpröt szotyi héjból fogok neked teát főzni. Úristen. Szotyi tea. Az mit akarsz? Ez kurva jó. Ha csak ennyit esetel meg, kurva jó. Ja. Egyél hozzá citromfüvet, próbáld ki. Csak kicsiben. Ez csak kicsiben toljad. Mondjuk ez is növény, szóval nem értem a dolgokat. Hogy? Mondjuk ez mag, az meg teljes mértékben növény. Megült a beledet, mi? Na jó. Neked van még söröd? Van, hát. Mennyi? Egy. Hát akkor azt használ ki. Nem akarod idehozni? Nem. Jó, tolok egy fröccsöt magamnak. Mert nem vagy rá méltó. Aha. Jó? Ezek szerint ihat belőle, mert két deci van, nem egy deci. Nem kérek. De. Nem veszem. Már kibasztál velem? Tessék, fiam. Kedves, édes fiam. Igyál kedvedre! Be nem húzz az egészet, bazd meg, mert leütlek. A kurva anyádat, bazd meg! Öcsém! Várjál, nem nyeltem még le a mentát meg a citromfüvet, hozzád vágjam? A nyálasat? Beletörlöm az arcodba ezért. De rohadt geci vagy magad. A pizsába mi? Aha. Még jó, hogy két deci borom volt. Elárulok neked valamit. Két söröd van. Igen. Tényleg? Igen. Gyorsan hozd ide. Hazudtam. Jó, hozok neked egy sört, na. Nem. Ha két söröd van, akkor kettőt hozz ide. Szerintem még van három. Hámom. Jó, addig ide ülök és szóval, vagy nézővel tartom a szókat. Na végre. De új basszus. Na. Mi eretek ez? Mogyi. Van még ebben? Á, basszus, ez mindent elfogyasztott. Na jó, Katyi. Megkóstoljuk. Az a baj, hogy én Szotyi függő vagyok, de mostanában rájöttem, hogy... Hát most tényleg csak egy söröm volt. Ilyen hamar megjártad? Hát, nem, mondom, egy söröm volt, tessék. Nem kérem. Most én magamnak szórtam ki a szotyi, legalább egyet adjál, nem? Nem van! Hú, bazd meg. Egyet, na. Azt se adja, hogy megharaptad nekem, ugye? Aha. Előnyitottam. Oké, figyelj, kérdés. Előnyitás. Kicsit tovább gondolva. Ha agyvérzést kapok, lebénulok, és naponta kell fürdetni, pelenkázni, meg akkor teszem, nem akarjál már szotyizni. Nem a szotyizásra fogok agyvérzést kapni, és te sem. Ez rád is vár. Mi? Szotyizás, vagy az agyvérzés, vagy a kettő egyvelege? Hát a kettő nem függ össze. Bár egy kicsit... Miért? Szerinted agyvérezve nem lehet szotyizni? Nem vicces. Nem vicces, mert... Jó. Volt egy testnevelés... hagyjuk. Nem mesélem, hogy kiről van nem szó, mert fogja tudni, meg nézik a videót, meg eljut hozzá. Nem mesélem, hogy kiről van. De az agyvérzés az nem vicc. Inkább fát. Hogy? Mivel?
Akkor ne vágjunk fát. Na végre! Na végre! Majd holnap! Fogjunk lepkét. Sü-sü-sü-sü. Fogjunk lepkét. Jó! Nem szabad a lepkét megfogni. Lebugott a műsüsü. Na, fölbontom a sört. Megfelezzük. Te miért ilyen sört veszel egyébként? Ez kb. Ilyen ló úgy. Te hülye vagy. Ez a legihatóbb, legnormálisabb sör, ami létezik. Hát te még nem jártál kint Szlovákiában. Hát mi minden külföldi sör savanyú. Vagy keserű. Ez a két lehetőség van. Ez pont ilyen köztes. Ez nagyon jó. Ló úgy. Hát ennél még az... Vagy savanyú, vagy keserű, most az neked miért jó savanyú? Azt látni, Bácsántal, mi a bajod az aranyfácánnal? Hát de. Mi a bajod az aranyfácán? Az keserű. De hát a ser attól jó, hogy keserű. Viszont olcsóbb, mint ez. Akkor te még nem ittál igazi régi Radebergert. Az olyan keserű volt, hogy utána, hogy mondjam, összecsofadt a segjukad. Az fasza. De most miért írjak olyat, amikor ez jó? Hát már az is jó. Na de ebben mit akarsz belekötni egy kétszínű Löwenbrauba? Ez lőhúgy. Na hagyjuk. Fele-fele. Felóba. Tudod, mikor cigi töltve van, már nincs. Csak az utolsó. Töltsünk már egy szál cigit, felózzuk már. Ja, ez, ezt akartam mondani. Felózzuk már. Felózzuk a cigót. Ez súlyos volt, oké. Átléptünk egy határt, majdnem. Viszont jön a főszereplő. Ó, gyere ide, tűtha. Hát már szerepelt állat a film elején szerepelt állat a videóban. Most miért ne lehetne? Ikonikus. Igen, tudom, látom. A döglött macska. Történelme van, és még mindig itt van. Ez előttem, hát nem is tudom mennyivel, legalább 40 évvel született. Tehát amikor én megszülettem, előtte legalább 40 évvel született. Ez 80 éves ez a macska. Nem, 90. Hát nagyjából. Nem, most leszek 51, nem? És szegény, 51 leszek. És szegény nem is tudja, hogy mennyi idős, és hogy hol van. Na, én ezt nem szeretném idős koromban átélni, érted? Hogy nem tudom, hogy mennyi idős vagyok, és hogy hol vagyok. Te is se tudod. Na, de tisztába fogsz rakni, ha idős nem. leszek? Fú, ne tegyél már fel ilyen kérdéseket, hogy én tisztába foglak. Ezek valós problémák. Na, de le fogsz fürdetni? Figyelj, apám, tudod, milyen dolgokat mesélt? Az ő apja, éjszaka kiment a WC, mert az időskor ilyen dolgokkal járt, tehát nem lehet kikerülni. Ne akarjál idős lenni. Jó, ezt már egyszer előadtam egy filmbe, aminek az volt a cím, hogy itt a őrület az erdőn, flipperöcsi verzió. Tehát, hogy én valamikor akkor, mikor Bencsú így elérte a 18 évet. Ezzel nem azt mondtam, hogy halljál meg, maradjál fiatal. Az is jó, az is jó. Emi, én azt az időskort nem szeretném megélni, amit mások megéltek. Van tehát még tök mag? Mi? Van. Beszarsz, adjál már. Ez olyan, mint a taps, várjál már. Csak nem ritmusra. Ti ezeket akkor általános te... iskolában nem nyomtátok énekórán? Várjál már, te csináld meg ritmusra a tapsot. Várjál, ezzel is. Ez is taps. Hát az nagyobb tag. Kis tag. Nagy tag. Te utazd. Teljesen hülye vagy. Utazd. Nem utazd? Nem állt. És részt vett benne. Érted? És benne van a játékban. Gyára csícuka. Behúztál mi? Gyára csícuka. Csícuka, cicuka, cicuka. Na gyere. Iszunk sört, jó cica? Ízlik a finom Löwenbrau. De egyébként, hogyha nem tetszik, akkor add ide! Tessék! Megiszom a fröccsümöt. Igaz. Hol van? Tessék! Hol van a szódán? Hol van a szódán? Egyébként szarsör. Hát nem kell meginni. Hát majd megizott te. Így van. Én nem mondtam a fröccsödről, hogy szar. Persze, hogy nem, mert te inni akartál. Igen.
én nem inni akartam, hanem fogyasztani, de... Mi a különbség? Szerinted nincsen különbség, az inni akarok, tehát... Ihatok vizet is, nem? Ha inni nem, akarok. Nem. Ihatok kólát, ihatok nem, fantát. Nem. Az az ember, aki inni akar, minden megízik. Válogatás nélkül. Ezért mondom, fanta, kóla, víz... Aki rá, fogyasztani szeretne, és jól érezni magát, az minőségi italt fogyaszt, nem ilyen szart, mint ez, érted? Aha. Rohadj meg! Tehát most inni akartál. Nem, csak demonstráltam, hogy te mit csinálsz. Nem, most inni akartál. Nem, nem akartam inni. Akkor nem húztad volna meg inni. Nem, most sem akarok inni, csak demonstrálom, hogy te mit csináltál. Ezt csináltad az én fröccsömmel, az én jó fröccsömmel. Most is csak inni akarsz. Látod ennyi? Szomjas vagy. Majd porzik a lesét. Döntöd magadba az alkoholt. Tica. Na látod, aztán meg ilyeneket csinál. És... Döglött macska. Érted? De viszont a film elején elhangzott, hogy mondjam, magvas problémát nem sikerült megoldani. A nyúlnak a problémát. Érzel valami vonzalmat az iránt a macska iránt? Hogyne. Azon gondolkozom, igen, hogy hogy lehet az igen, ilyen állatfétist, meg a nekrofiliát vegyíteni egy szóban. Mert hogyha te ez iránt a macska iránt érzel vonzalmat, akkor te ne... Mi ez a szó, amikor állatokat erőszakolsz? Hát ez nem erőszak. Figyelj, egyszerűen csak hazavittem, amikor megtaláltam, beraktam egy edénybe, kifőztem benne, hogy ugye mentes legyen mindenféle ilyen nekrofilia. Szénsavmentes. Szénsavmentes macska, és tehát mindenféle ilyen nekrofilia bacillusoktól mentes legyen. Utána lelakkoztam. Látod, milyen szépen fénylik? Ó, gyönyörű. Tehát, hogyha hozzányúlsz, valójában nem a döglött macskához nyúlsz hozzá. Ez nagyon beteg egyébként. Itt már innen, tedd vissza. De nem már, ezt örökölni fogod tőlem. Ó, örülök neki. De most komolyan. Jó. Figyelj. Tehát, hogyha már ennyit örököltem, akkor nekem már régen rossz. Mondok egy példát. Volt egy idős bácsi Gyulán, levágták mind a két lábát sajnos, és utána, hogy mondjam, nem tudott mit kezdeni magával, új hobbiba kezdett. Minden nap. Szerintem rólad lehetne egy olyan filmet forgatni, mint a Bendegúzról. Jó, elmondom a bácsit. A bácsi onnantól kezdve időjárás fétise lett. Tényleg? Aha. Megjött az időjárás jelentés, ez már nyomorgatta. Ő maga volt az időjárás jelentés. Tehát, hogy hívják ezeket a M betűvel kezdődő szó, ami méri az időjárásnak a faktorait, tehát szél, hőmérséklet, páratartalom, stb. Nem metró. Sör. Na, ez már megülülés. Szélsőséges egyik. Ülj vissza. De nem akarom visszaülni, mert itt rázod itt a fejlet, aztán utána már úgy fogsz megidézni, meg a tököm tudja mi. A bácsi minden nap feljegyezte egy jegyzetfüzetbe, hogy reggel milyen volt a hőmérséklet, páratartalom, széljárás, stb. Valami embetű szó, ami ezeket méri. Hagyjuk. Nem... Figyelj, fizetek neked azért, most lekapcsoljuk a kamerát. Mindjárt befejezem, na! Na, úgyis várják a végét ennek a történetnek. Na. A bácsi ez sok éven keresztül, anyának a pénztárcán mi a fasz keresztül? Nekem adta. Pénzzel együtt? 1000 forint azért lekapcsolod a kamerát. Jó, befejezem ezt a történetet, és jó, le van kapcsolva. 3000 forint. Hú, várjál. Nem érdekel a pénzed. Ennyi még nekem is van. 5000 forint azért most. Úgyis több pénzed, úgyhogy nem. Tényleg nincs. Leszadom a pénzedet, ennyi nekem is van. Na. Figyelj, a bácsi minden nap csinálta ezt. Hát de hogyha neked is van, akkor add nekem, hogyha nem kell. Mi az anyádért adnám már nekem neked a pénzemet? Mit kezdenél vele? Elinnád ugyanúgy, mint én. De most nem teljesen... Ezt is mindegy, el fogod inni, én is el fogom. De nem teljesen mindegy, hogy én iszom el, vagy te iszod el? Hát nem mindegy. Hát basszus. Hát ígyük el közösen, dobjuk össze a 10 rugót. Te most komolyan beleiszol, akkor én beleiszok a sörödbe.
A bácsi ezt csinálta sok hosszú éven keresztül, és volt egy ilyen több éven keresztül fölhalmozott jegyzetfüzete, amiben a napi időjárást... Jézus, piros pacsi? Hadd fejezzem már be a történetet. A bácsi meghalt, és volt neki... Tudom, hogy lakótelep van, de... De ha meghalt, akkor nem vége a történetnek? De, vége van, mert olyan szinten van vége, hogy a gyerekei kidobták a kukába a jegyzetfüzeteit. Számukra már értéktelen volt. Tehát látod, itt... most jó fej voltál. Szarvas bögés. Na, itt ez a döglött macska. Szerinted, ha én meghalok, mi lesz ezen, ennek a sorsa úgy, hogy, hogy előttem legalább 40 évvel születettem? Nyilván meg. Nem fogom kidobni, ne aggódjál. Mi a szart kezdesz vele, bazd meg? Eladod, vagy mi? De látod, nem, már most is miért találékony vagy. Egyébként meg kurvára leszarom, hogy mi lesz vele. Mondtam, hogy ha meghalok, égessetek el, szórjatok ki az almafa tövébe. Én most is elégetlek nem kezd megválni. Szórjatok ki az almafa tövébe, ahova húgyozni jártok, meg én is, aztán ennyi. Azt ez, hogy ki van találva, nézd meg. Mi van? Látod? Összegyűjtöttem a szogyihéjat innen, összehajtottam ekkorára. És mi lesz a sorsa? Hát kerül ebbe. De utána? Hogy basznád meg? Na jó, hogyha már elkezdtél fröccsözni, én meg elkezdtem döglött macskázni, ezt visszarakom. Na végre. Én meg elviszem párologtatót. Jó van, vigyed, fegyver. De hogy lehet ezzel párologtatni? Majd utána jársz a neten. Anya itt, itt van a hátul, nem kell hozzá anya, legyél már önálló. Ott van, beírod a típusát. Sőt, itt a leírása valahol, itt van, magyar nyelvű leírás. Hát olyan pár lesz a műzik az állat. Eladó egyébként, szar. Eladó 5000 forint. Rétságpont környéke, akármi. Rétságpont környéke.net. Ezért hirdetem a... De nem engedtem meg a... Igen, ez a film is lesz, hogy egy órás halad, senki nem fogja megnézni. Kapcsolj már ki a picsába azt a kamerát, az Letiltottak a Facebookon. Jó, majd bánkódjál, majd le fognak még ne bánkódjak, hát bánkon lakunk. Ne bánkódj! Nagyjál már inni! Na, szevasz! Nyomd már le, csak hajtsd be!